Na jó, Zsír TV jelentkezik ki mondjuk a híres Romániába. Üdvözlök mindenkit, utazós megmondós. Zsír megmondja tutit, hello. Nem motorozás, agykurkász. Egy olyan téma, ami boldogságot okoz neked. Nagyon egyszerű. Kétféle megoldás van a napi helyzetekre. Az egyik, hogy történik veled valami, és az felfoghatod jónak, meg rossznak. Mondjuk, ha levágod a kezedet, az nem jó dolog. De ha levágod a kezedet, vagy megvágod az ujjadat, vagy összetöröd az autódat, vagy bármilyen negatív dolog történik veled, az abban a pillanatban negatív. De, ha valamit csinálsz, nem fekszel az ágyadban egész nap, mondjuk ott is kaphatsz egy szívrohamot, ha valamit csinálsz, akkor mindig van sajnos melléktermék, mellékkövetkezmény, valami, ami történik. Na most mindig fog valami történni, ami negatív, igaz? Mert ha nincs negatív, akkor nincs pozitív, igaz? Ha van pozitív, akkor abból lesz negatív. Szóval, ha rossz élményed van, lesz jó élményed, és fordítva. Vagyis yin-yang. Akkor jó valami, ha előtte rossz volt. Igaz? És ha rossz volt, utána bármi, ami az jó. Ezt értjük, ugye? Szóval mindig lesz rossz, és elő fog jönni. Na most, ilyenkor, hogy ide mit raksz be? Ide be. Utána, meg közben információ, élmény, érzés, az rajtad múlik. Ha te ezt folyamatosan negatívnak fogod föl, anyád halála, nekem anyám elhunyt. Ha én anyámnak a nem létét negatívnek fogom föl, hogy nagyon hiányzik, nagyon hiányzik, nagyon hiányzik, a részebb szenvedek. De hogy fogom föl, hogy szegény? Azért ment el, mert el kellett mennie, olyanok voltak a körülmények. És csak szépet gondolok rá, amikor szépet látok, akkor rá gondolok, akkor minden szép élmény ráemlékeztet. Szóval nem rosszra gondolok, hogy hiányzik, és szenvedek, hanem arra gondolok, hogy szép, rá gondolok, mert ő is szép volt, és kedves volt, és az enyém volt, és velem van. Ez az egyik felfogás. A másik felfogás, hogy állandóan szenvedsz valami. Van olyan ember, aki ilyen, úgy hívom, hogy hát, siniestro spanyolul az ilyen katasztrófa ember. A katasztrófában szeret élni. Mindig arról beszél, hogy mi a rossz. Hogy ő vele ez rossz fordult elő, az rossz fordult elő, vagy minden rossz. Most süt a nap, az a baj, ha meleg van. Ha hideg van, az a baj, ha most motorozni kell menni, az a baj, ha nem tud motorozni menni, az a baj. Szóval két lehetőséged van. Állandóan nyafogsz, hisztizel, az a baj, ha 20-as vagy, az a baj, ha 50-es vagy, 30-as vagy, az a baj, ha 70-es vagy, az a baj. Vagy megtörténik, ami megtörténik, és fogd föl pozitívan annak a következményét. Lehet gyerekek kéz nélkül is boldognak lenni. Nekem hiányzik egy ujjam, látjátok? Új perecem. Na és élvezem, ha itt van egy idegérzés a végén, és basztatom olyan, mint hogyha pöcsömet uzigattam egészen, kurva jó. Ez az egyik információ csomag, amit át akarok adni. Boldog légy! Mert ahányszor reggel fölébredsz, és kinyitod a két kis szemedet, akkor mozgass meg a kezedet. Működik? Igen. Mozgass meg a láb, működik? Áll a pecsőt? Igen, működik. Már ez egy csoda, hogy reggel fölébredsz, és boldog vagy. És utána jön a pozitív gondolkodás, hogy mindenben a jót hoz ki. Ennek van értelme. Ne légy siniestro, vagy hogy mondjam ezt, katasztrófa, megéli, aki imádja a katon, állandóan valami van, akkor negatívat ír. És akkor a másik, ami nagyon fontos, fel kell fognod, hogy minden, ami veled történik, de minden, még ha valaki beléd jön, mert ha valaki meg akar ölni, ha valaki szándékosan beléd megy az autóddal, az ő autójával beléd, azért is te vagy a felelős. Mindenért te vagy a felelős. Mondom, még hogyha valaki meglop,
Azért is te vagy a felelős, rossz helyen voltál rosszkor. Miért tartottál magadnál annyi pénzt? Nem? Hm? Szóval, ha úgy fogod fel, hogy mindenért te vagy a felelős, akkor nincs probléma. De ha mindig valaki mást hibáztasz valamiért, igaz? Akkor abban fogsz élni, hogy az a másik, ő, az a keci, az a köcsög. De te ember rossz pályán mész, motorozol, rád ugranak, te voltál rossz helyen. Hiába másik ugrott rád. Nem. Ha felfogod, hogy mindenért te vagy a hibás, a felelős, és ezt te magadnak meg tudod oldani, mert meg tudod oldani, nem? Akkor nincs probléma. Nem fogsz másokkal foglalkozni, nem fogsz másokkal pörölni, nem fogsz másokkal balhézni. Nincs probléma. Hm? Te vagy mindenért a felelős. Old meg. Magadnak. Ha a másik a törölközőt nem rakja a helyére a fürdőszobába, kit zavar? Téged, nem? Kinek a problémája? Ti. A másik úgy most fogadta, hogy befolyik a víz, és az téged zavar? Ki a probléma? Ne, te vagy a probléma, mert neked okoz problémát a másik ember. A másik rágózik és csámcsog. Ez kit zavar? Téged. Akkor kinek a problémája? Tiéd, őt nem zavarja. Nem kell őt basztatni. Ha őt basztatod, akkor mit csinálsz? Magadot basztatod. Nem tetszik, hogy valaki csámcsok hagydott? Vagy visel, de... Nem tetszik, hogy valaki a földön hagyja eldobálva a diszkozoknit? Szedd föl! Szedd föl! Vidd a szennyesbe! Hagydott! Eldöntöd el. Szóval... Mi a mai napi tanulság? Ne légy katasztrófa élmény dús, hanem minden pozitívan kell felfogni. Levágod a kezedet, annak van pozitív hatása rád nézve. Hm? Ha bármi történik veled, ki a felelős érte? Te. Gyerekek, ez ilyen egyszerű. És ez mind hova vezet? Nem másba keresed a hibát, hanem magadba. Ha gond történik veled, megint boldog leszel, mosolygós, jókedvű. Ennyi. Itt te jöjj!